Igazán gyönyörű. Gratulálok! Szia, sziasztok! Hogy vagytok? Szervusztok! Nagyon boldog vagyok! Mit szóltok ehhez a Fernandítóhoz, he? Biztos vagyok benne, minden kizárólag azért tett, hogy végül elvehessek Gabrielát. Először Dinórával volt, azután azzal a Normával, és végül is a legrosszabb választás mellett kötött ki. Én személy szerint nem értek egyet veled. Úgy vélem, hogy Gabriela egy igencsak vonzó nő. És csodálatos módon még mindig nagyon fiatalnak tűnik. Kérlek, tényleg jól tartja magát. Azonban ő közel sem olyan csinos és érzéki, mint jó magam. Persze, hiszen én mégis sokkal fiatalabb vagyok nála. Ha, álmodik a nyomor. Mit is mondtál az imént, Zakariász? Pusztán csak annyit, hogy Gabriela egy olyan nő, aki nagyon szeret álmodozni. Természetesen Fernando nem szereti őt. Biztos vagyok benne, hogy csak a pénzért vette el Gabrielát. El tudod képzelni? Fernandói lesz az egész birtok, és vele együtt Gabriela hatalmas vagyona is. Bizony, ez az ember éppen most zsebelt be egy nagy halom pénzt. Fernando okos férfi, és nem fogja hagyni, hogy Gabriela lányai bármit is lássanak belőle. Azok a szegény lányok még csak nem is sejtik, hogy ezen túl mi vár rájuk. Fernando kidobja őket a birtokról, ha eddig még nem tette volna meg. Ugyanis én sehol sem látom őket. Si tu me lo brindas, lo juro mi vida, me quedo contigo. Valóban nagyon szép ez a ház. Oh, rendben. Gyere, menjünk. Remek, nem? Ezek az emberek itt szinte mind földbirtokosok színe. Gyere, menjünk. Egyelőre én is. Biztos megszólni ezt, igaz? Nézzünk valamit. Miért nem megyünk be a házba, nénikém? Jaj, azért, mert valószínűleg oda bent egy talpalatnyi hely sincs. Hogy kerül ide ennyi ember? Honnan jöttek? A nagy részüket nem is ismerem. Én sem ismerem őket, csak azt remélhetem, hogy rengeteg étel lesz itt. Oda bent is van felszolgálás. Miért nem hagyod már abba, hogy állandóan az evésre gondolj? Inkább keres magadnak egy barátnőt. Nézd csak körül, Benito fiam. Sok csinos lányt látok, akiknek biztosan nagyon tetszem. Hogy is gondolhatnék most a szerelemre, amikor ilyen üres a hasam, nénikém? Ne feledd, hogyha nem házasodsz meg hamar, és annak az átkozott és makacsul ellenálló Leandrónak a nyomába lépsz, akkor egy fütyinget sem kapsz tőlem. Ki nem állhatom az aglegényeket. Kétségeim vannak velük kapcsolatban. Ahogy némely vendégekkel is. Kíváncsi vagyok, ki hívta meg ezt a csőcseléket, akik csak úgy dobzódnak. Csodálkozom, hogy nem unatkozol. A meghívottak nem éppen érdekes emberek. Most csak az a fontos, hogy Fernandóval legyünk. Én is szeretném, ha boldog lenne, és nagyon szívesen segítek nektek, drágám. Nem is tudod, hogy milyen nagyra értékelem a megértésed. Egész biztos vagy benne, hogy Gabriela lányai nincsenek itthon? Santa Clarába mentek tegnap. De miért kérded? Nem biztos, de mintha láttam volna valakit az ablakban. Gabriela apja lesz az. Tudod, az a bolond vénember, aki nemrég majdnem meghalt a bárban. Úgy tűnik, hogy az egész családból ő az egyetlen, aki jelen van.
Mit csináldom, Martin? Figyelem ezt a rengeteg embert, akiről az Isten tudja, hogy honnan jöttek ide. Igaza van, Don Martin. A vendégek nagy részét még sosem láttam itt. Dominga, ez itt csupán csak egy kis ízelítő. Abból, hogy milyen jövő vár rá. Mia és Fernandito átveszi az uralmat a birtok felett. Semmi sem lesz a régi. Már látom is, hogy idehoz mindenféle kétes alakot, mint ez az Armando. Navarro. Ha? Nem kér valamit? De. Hozz nekem két üveg tekilát, hogy felviduljak. Jaj, nem, Don Martinsito, ezt sajnos nem tehetem meg. Még a végén lerészegedik, és botrányt okoz odalent. Legszívesebben öt üveggel is megírnék, hogy elfelejtsem, mi történt ma. Kizárólag a lányom ostobaságára tudok gondolni. Ugyan követett el már hibákat az arroganciája miatt, de eddig ez a legnagyobb. Hideg a víz? Nem. Lemosakodsz? Nem tudom. Nálala. Kellemes a víz. Gyerünk, Manolo! Mutasd meg neki, Manolo! Mit műveltetek Quintinával? Quintina, magának egyáltalán nem kéne lesüllyednie az őszintjükre, és nem illene játszadoznia velük, pláne nem akkor, ha mesztelenek. Én nem játszadoztam ezekkel az ostobákkal. Kérem, higgye el, Don Juanito, én csak egyszerűen erre jártam, és ők leöntöttek egy vödör vízzel. Én igazán nagyon sajnálom. Mi csak mosakodtunk, és elkezdtünk játszani, és akkor... Ma szombat van, és minden jogotok megvan szórakozni. De nem így, hallottok engem? Viselkedjetek rendesen! Nem vagytok már gyerekek! Juan, ez többé nem fog megtörténni. És meg ne lássam még egyszer, hogy ruha nélkül szaladgáltok itt. Tűnjetek a szemem elől! Azt mondtam, hogy ne is lássalak titeket! Igenis. És takarítsátok fel ezt a mocskot! Igen, persze, Juan, mindjárt megcsináljuk. Azonnal, mindjárt jövünk. Szörnyűek ezek a fiúk, de én nagyon sajnálom szerencsétleneket az édesanyjuk miatt. Éppen azért készülődtek, hogy bemenjenek hozzá a szanatóriumba. Tényleg nem látogathatják Doña Hortensiát? Így van, de beviszik hozzá néhány holmiát, hogy lássák, hogy hogy érzi magát. Ők jó gyereket, Don Juanito. Igen. Szívesen elkísérném őket, de mi most Santa Clarába megyünk. Doña Normához és a testvéreihez. Szükségük van a társaságra. Főleg ebben a helyzetben. Bizonyára szörnyen érzik magukat Doña Gabriella esküvője miatt. Nem, köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy az én dinórám nem lehet itt most mindannyiunkkal. Bizonyára dinóra is nagyon élvezné ezt a partit. Neki most egyáltalán nem kéne idejönnie. Úgy tudom, hogy jelenleg a törvény elől menekül.
A mi lányunk az égvilágon semmi elől sem menekül. Dinóra egyszerűen csak nyaralni ment. Egy egzotikus szigetre. Zakariás, te is nagyon jól tudod, hogy mi egy család vagyunk, és összetartunk. Nem szükséges meg előttünk is tettetned magad. Nekünk nyugodtan kiteregetheted a szennyest. Tudjuk, hogy jelenleg Dinóra egy szőlemény. Szökkevény. Valóban, igazad van. És ha nem tévedek, akkor emberrablás és gyilkosság miatt körözik. Jaj, nem gyilkosság miatt. Gyilkossági kísérlet miatt. Dinóra nem ölt meg senkit, és ártatlan minden rágalomban, amivel megvádolták. Ez most nem számít. Fernando volt Norma férje. Gabriela a saját volt vejéhez ment hozzá. Nem semmi, ugye? Ezt soha sem gondoltam volna, hihetetlen. Tudjátok, Dinóra valamilyen szigeteken van. Tegnap este felhívott az egyik szigetről. Igen, de azóta már valószínűleg valahol máshol lehet. Ha beszéltek vele, mondjátok meg, hogy nyugodtan hazajöhet. Mi szívesen elbújtatjuk a házunkban, és a rendőrség sosem fogja ott megtalálni. Jaj, az én házamba is nyugodtan jöhet. Én is szívesen elrejtem őt. Jól gondját viselném Dinorának. Jaj, de kedves vagy, nénikém. Mindjárt elsírom magam ennyi részvét hallatán. A mi családunk igazán példamutató, nem igaz? Nem úgy, mint az az Elizondo család. Ők egy kész katasztrófa. Így van. És kik azok az emberek a párasztalánál? Az öreg nő és a kövér fiú? Az az asszony? Doña Raquel. Nem ismerem túl jól. De azt tudom, hogy rengeteg sok pénze van. És az a dagadék, az unoka öccse, ha jól tudom, olyan utálatosak.